Sziasztok, országosok, ez itt a No Life, és ma a Layers of Fear-rel fogunk játszani, mert... Mert miért ne? Ja, és kontrollerrel játszok, tudjátok, hogy mennyire utána a kontroller, de most... Lost. Elveszik magányosan, reménytelenül. Reménytelen vagyok. Meg is érdemeljük. De még így is. Így is van egy út, hogy visszahosszunk mindent. Jó! Visszahozhatjuk a 95-ös Doom mentésemet. Finish it! Oh, Goro wins! Na jó van. Oscar... Ó... És tényleg, és eleve igen. Olyasmi az egész a koncepció, mint a Oscar White-tól az, amelyik ott volt kiírva, csak nem tudom most hirtelen. Ja, emléksz... Tudod, amikor megjelenik a... Igen, emlékszem, amikor ezt mondtam, hogy egy gombot kell nyomogatni. Aha. Tehát a jobb triggert és a jobb stick, tehát azt lenyomod, úgy tudod nyitogatni az ajtókat, de az annyi, de ez gyorsan meg lehet nyomni. Igen, hogy ezt lenyomva tartod, és akkor ezzel a stickkel meg így húzod ki. Vagy be. Ja, ha úgy nyílik, akkor igen. Aha. Ha mennyi hátrébb. Aha. Jó, ez szeretem. Na látod? Rá lehet erre kapni gyorsan. Megy ez, bassz. Nézd meg a gyönyörű szép házat. És tényleg. Milyen igazi. Jól néz ki. Hát mondjuk nem is csodálom azért, hogy az ember ilyen házba megkattam, hát nézd már. Ja, de folyton ilyen félhomálynál, ez biztos nem tesz jót a szemnek. Az egyik, ha festő vagy, akkor meg jó, mondjuk enni volt mit, ezt nézem. Igen. Hú, de nagyon lila az a kék szőlő. Mert ez lila szőlő. Há, igen, csak... Ez vér, vagy szőlőlé, vagy bor, ki bor ott van az üveg is. És ott az üzenet, hogy I love you, az a vége. Imádunk. Segít, más mindegy. Ja. Valakit nagyon szereted. Na hát, egy művész, aki... Akit szerettek. Vagy ő írta. Vagy ő írta, ő szeretett. De... Azért Burn, Amber, Sienna, Brush... Ezek izé hozzávalók. Ja igen, keveri ki a színeket. A színeket? Ha és bort használ, gondolom. Bort a színekhez. Vöröshöz. Ó, azt a moskos, milyen gyönyörű. Hogy jól néz ki tényleg? Van zselblám? Nincsen. Miért lenne? Nem nincsen, semmi. De viszont mindenhol fel lehet kapcsolni a villanyt, ahol van villanykapcsoló. Jó, azt nem látom. Az. Ez nem az, ez az ajtó. Ja. És nem akarom bezárni magam után! Viszont azt ki lehet nyitni. És ott van valami jó, semmi. Ja. Akkor jó. Na, menj vissza a nappaliba. Menjek vissza. Ja. Milyen szép konyha amúgy. Igen. Ekkor a házban el is lehetne élni, mint ez a konyha. Igen. Na, én már szeretem. Azt nézd, azt nem tudjuk magunkkal vinni? Na, már talán le lehet kapcsolni. Az itt egy okos telefon? Egy Nokia Lumia valami. 586. Menj fel a lépcsőn. Az nem, ez egy okos, vagy egy tablet. Látnám, hogy hol a lépcső. Ott jobbra volt. Itt sem, mert... Aha, lépcső. Aha. Kicsit olyan dülöngélve vagy, az nem... Hát mert beporozott. Hoppá! Hoppá! Elszereti az iga mennyet! Meged ezeretünk! Ó, ott a gyönyörű zongorád is. Üljek hát le! Ott van egy fél. Játsszam el a füleliznek az első négy henget. Ez nem az, ez valami szűkítő. Beszűkült most más som is. Jó. Ánuszom. Ez az. Én is. Mi van? De ilyen kellemes zene mellett miért kell ilyen dolgokat csinálni? Nem tudom. Megőríteni engem. Sötét van. Nem látok. Pedig egy nagyon szép festmény van a falon. Egy halott csecsemő? Szőrös halott csecsemő, kérlek szépen. Kapcsolj fel a villanyt, már feledett kapcsolni. Na, ez? Ha rámész? Aj, de gyönyörű dolog. Azt is. Úsztunk fényárban. Itt a fiókhoz, hadd nyissam ki, ott lootolom, nem tudom. Azt viszont tudom. Jaj, mi van ide írva? Nyom meg ilyenkor az X-et, mert ilyenkor akkor így tudod, így azt csinálja engem. És ez miért jó nekünk? Mert így el lehet, tehát így könnyebb elolvasni. Ja.
mikor vesztetted az agyadat. Dávid, mikor szoktunk mire arra, hogy elolvasunk dolgokat? Ja, csak érdekel. Tehát ott egy kulcs. Azt hittem az óvszer. Azt hittem el. Ó, piroska. És a... több is van. Ezt azt hittem hátulról éppen bassza piroska. Na bár, hogy volt? Bá! Muta! Még egyszer akarom. Ezt akarom. Nem lehet még egyszer. De. A második, az. Azt hittem, hogy kosár, hogy az a fej, és akkor így... És akkor így, hát piroska kiadta neki. De így se járt olyan jól. De várj, most ez... A nagymamát mindenkit megevett. Hát na, azért a kulcsot ezt vegyük fel. Az meg... jegyzetke. You promise. Miért az aljáról olvassuk, kezdjük el olvasni? Mert mert a grafikus azt akarta, hogy nem is olvassuk el, nagy. Az a lényeg, hogy valamit megígértünk. Igen. Ez taktikai. Tehát, hogy bele meglegyen a feeling. Ja. Attól függetlenül is, ha mondjuk olyan faszok játsszák, mint mi, hogy nem érdekli. Mert egy ilyen játékot, aminek jó a sztoria, miért azért játszan az ember? Miért a sztoriáért? Tehát, nem azért játszik, mint ez olyan, mint egy horrorfilmet se azért nézem, mert még fű, de érdekel a sztoria. Már mondjuk vannak egy-kettő jó. Jó, akkor látod, hogy ezért a mocskos. Ott kijött egy labda. Labda? Gyerekszoba! Hol gyerekünk? Kölkünk volt? Nem. Kölköd voltam. Nézd be az ágyba, hogy ott van-e még. Biztos ott van, persze. Sean. Az egy szénégett miniatűr. Egy diótörő, vagy egy ólomkatona. Diótörő. Ja, és gyerekrajzok. Mint hogyha anyuka kicsit át lenne húzva. Igen. Kapott egy ilyen... valamicskét. Jaj, de groteszk babák. Jaj, Istenem, de utálom a babákat. Annyira gyűlölöm az ilyen... Mert olyan tényleg ilyen félelmetes, groteszk az összes ilyen... Miért kell? Nem tudom. Nem akarom. Na, van egy kulcsunk, az akinek kinyitnunk valamit, nem? Hát itt nyitva voltak az ajtók, menjünk le. Nézzük, hogy ott volt-e valami záró. Tudod gyorsabban menni, vagy nem? Azt hiszem, hogy nem tudsz. Már itt is vagyunk, csak nem látok semmit. Megy valami borzalmas női éneklés. Kurvára semmit nem látok, azt sem tudom, merre jöttünk. Arra, onnan. Sőt, jobbra volt, ott van valami az ajtón. Sir? Igen, testőből is. A vazinásunk valószínűleg fogadjuk. Igen. Jó, tehát akkor itt van a... Ja, igen, és hogy a dolgozószobában hagyt... Igen, most akkor el is használtad a kulcsot. Aha! Befele? Befele. Na, és itt a szép kis dolgozószobán. Itt dolgoztunk? Mhm. Egy igazi. Na mi az elkezd? Rembrandt. Ez Rembrandt. Hát... Az meg... A csecsemőseg. Egyet nem ismernék fel, szerintem. Ezt is így? Ha? Ezt is így. Na mi van benne? Valami van? Hát, kis ecsetke, kis festék. Ecsetke, kis rák. De átlátjuk magunkat? Látjuk! Nem fordulok meg, jó? Szerintem te lépkedsz valami. Ja. Ja, igen. De látjuk magunkat a tükörben. Igen, de a lábunkat már nem látjuk, hogyha lenézem. Hát persze, mert lebegünk. Ott ült valószínűleg a kis modellke. Igen. Ott egy mondjuk egy 30-40 ezer évre elég ecset, ahogy nézem. Jó, hogy ezek ecsetek? Igen. Ja, igen, egy pár. Egy-kettő. Egy-kettő. Hát jó. No, itt vannak ládák, biztos. Aha. Biztos kellene lesz értékes. Bor. Jó, boros üveg. Meg ott még egy kis bor. Hát figyeld. És a vásznom mi van ott a középen? Melyiken? Hát a szoba közepén van egy kikult nagy vászna. Jó, hogy ezen? Jó, de szörnyű dolog ez. Vagy valami történt, amit nem láttam. Mert ugye annyira nem ijedtem meg. Mondjuk gondoltam, hogy lesz valami. Szörnyűség. Levélke! Before you go to sleep. Ez csak az utolsó. Azt vagyok. Azt, hogy elegük van abban, hogy mindenféle ilyen kis cetliket. Na, nekünk is amúgy. Tehát akkor ez
ez teljesen volt a pecsétet. Meg az Oscar. Ja, nem, azt hittem, hogy egy Oscar. Én is sem úgy ezt akartam. Leonardo DiCaprio. Talpozott miatt biztos. Meg a náci kitüntetésed. Pedig ez még nem is abban a korban játszódik. De már most készülünk. Mármint nem. Mármint, hogy ez ők. Mi egyáltalán nem készülünk semmi ilyesmi. Itt van nagyon sok retek. Vásznak. Ott meg sem, amúgy nem lesz semmi, tudom. Jó, nem, megyek el rákba innen onnan. Szekrénybe, hol mit lesz? A kettes ajtó mögött. Zárva van. Az is. Az is zárva van. Jó, hol a kulcs? Menjünk innen, mert még a pincébe nem mentünk. Jó, hogy pince? Hát mindig lefele kell menni. Jó horror, vagy ijeszgetős. Uh-huh. Nyilván bármilyen. Innen jöttünk. Nyilván ez így nézett ki. Ez kurvára nem így nézett ki, amúgy. Haladjunk akkor, ha már így alakult. Hát, nem, de még mindig nem tudok egyenesen menni, de nem, innen jöttünk, ez biztos. Ja. És ilyen szoba sem volt még. Nem. Viszont van valami. Ott van egy, az ablak mögött. Nyát faszát! Mekkora ültetvény van ott. Leülök, jó? Jó. És elgondolkodok az életemben. Pedig csak egy ablak csapódott be. Igen. Mi lesz, ha itt jönnek a sikító kislányok? Nem tudom, de én megkockáztatom, hogyha most kinyitod az ajtót, ahogy ott... Vagy elhúzom a... Vagy elhúzod a függöny? Függöny nem, de itt van valami. Csak könyves. Könyves, holc, jó. Hát akkor menjünk visszafele. Ja, a lámpa, itt volt lámpa. Mondjuk sokat ér el. Remélem most nem köptem le durván a kamerát, mert én... Mondjuk vissza, ő nem innen jöttünk. Megint, ismét, de itt legalább világos van ez az. Yeah. Én ennek örülök. Világos. Yeah. Búg az áram. Ja, nem ez a pürgettyű. Pürgettyű. A Szegernek egy ilyen 200-as pürgettyűt. Van önöknek? Pürgettyűjük. Na hálóka. Itt is mindenféle, itt mellszobrok. Yeah. Csajkovszki. Ez meg Liszt. Zenész volt akkor ezek szerint. Mi? Én is tudom, bassz meg. Megint egy külső Winchester. Tele van háttértállal az ember. Ó, biztos megfejtem. 1, 2, 3. Na! Biztos, hogy jót nyomok. 1, 2, 3. Mint a Firewatch-ből minden nem. Az 1, 2, 3, 4. Nem az a kód. Akkor mondjuk biztos le van írva itt, hogy mi a kód. Fogadsz? Nem fogadjunk. Nem lesz mi? Ott van valami? Én jegyzet leszarom. Mi volt ez a hang? Érdekelje minket? Ha érdekeljen. De megint visszafele kell, hogy fogadjunk. Vagy nézzük meg ott a festményeket a sarokba. Sarokba? Uh-huh. Ezeket? Uh-huh. Számok vannak rajta! Hoppá! Ez a Layers of Fear! 1, 4, 5, 8. 8-5-4. Ja, hogy 8. Ja, hogy... Ja, oszt! Ákos! Hogyha balról olvasunk. Á, nem. De, csak jobbról. De lázadj, hogy te... Oh, ja, mekkora kódfejtők vagyunk! Da Vinci kód, az lufasz. Az lu... Na. Ja, így felfele. Felfelé. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, hogy ilyen birtok. Aha. Megalomániás. Egyes, igen. Jó, hogy ez egy házassági kérdés. Igen. Akkor valószínűleg volt egy csaj, akit imád, vagy és hát... Never forget! Egy ajtó, ahol eddig nem volt. Nem baj, menjünk be! Hát miért ne? Teljesen oké, és ez a dolog, neki nem. Meg a hintaszék, ami hintázik. Hát mert hintaszék, hát most mit csinálja a szerencsétlen hintaszék? Hát álljon magába? Nincs itt semmi. Miért nyitogatom ki? Üljünk le mellé, vagy rá. Elnézés, szabad? Csupa festék. Ott hagyta a modell. Ott hagyta a kivét. A modell. Fogadjunk, a modell. Aki ott ült a székbe, igen. Az első szobába. Ez egy ajtó? Aha. És ugye festéges lesz, lehet, mint a disznó, uh-huh. És most beleült a hinteszékbe. A halott csaja! Jó, de ez most az a baj, hogy inkább nem fejtem meg így előre, mert akkor nem kell végigjátszani.
Forgatom. Forgatom. Pürgetem. Van ennek értelme? Nincs mi? Nincs, nem de. Sok. Vagy van valamennyi, csak... Hát az, hogy forog. Minimális. Minimális értelme. Értelmet nyerek. Kandalló. Dominó. Az... Dominó. Vessük tűzre magunkat. Már itt az elején, az a biztos. Ó, és de szép. Ó, egy ilyet akarok. A saját házamban majd egyszer. De jó. Aj, de elkezdtem viszketni. Jaj. Na, hát itt ez jó, mert itt nem látok semmit. Itt ez, oda, ott van valami. Ott van valami. Fény. Hello. Nem menjél neki dolgok, mert rájöjjön. Én már nem. Dust mice. Poregér. Por, ilyen biztos ez a grotesk portica. Vermindört. Even in my lungs. Ott van a tüdőmbe. A poregér. Villanyka! De geci, Istenem, pedig ez csak egy kép. De hogy néz, belenéz a lelkedbe, rohadt kurva életbe. Jaj, de jó ez. De biztos, hogy itt voltam, hogy eddig is. Fú, kurvára gyűlöm már most az egészben. Kapcsoljuk le a villanyt, az a tuti. Kapcsoljuk le, üljünk be a sarokba, ez kész. Na, itt, most ettől félni kell? Ettől kell félni? Ettől nem kell félni. Na. Menjünk tovább ezt. Menjünk tovább, lazán. De mi a fele? Ne aggódjál már! Nem aggódok. Nem lesz itt semmi para. Ott egy kar. Meghúzom, jó? Húzom. Mi baj lehet? Mi baj lehet? Kijönnek valamilyen tüskék, vagy falból valami. Nem kaparászik. Egészség. Nem, ezek csak a zármechanika, meg a izé. Zármechanika, én is ezt mondom magamnak. Innen jöttünk. Ott is a kép. Igen. Blue de ez is egy létező festmény, nem? Lehet. Olyan ismerős. Megint búg az ára. Ott volt valami. Aj, megint csak fiók, de ott úgy se lesz semmi. Szerintem... Csak az ajtó mögött. Igen. Csak az ajtó... Kövessük az ajtókat, és biztos, hogy nem az lesz már meg. A zármechanika Ákos megint. Már megint ez a nyavajás zár... Jó, mert a régi épületekben ilyen volt a zármechanika. Uh-huh. Aha, képek, portrék. Ez Havas John. Ez meg Havas John 5 évvel ezelőtt. Igen. Ez meg egy Havas John valaki. Ez meg Churchill. Ez meg harmadik Károly. Na mi van odaírva? Paint deep. Ja, és így eltűnik a lájz. Fes, mély hazugságokat. Kemény. És úgy vibrál. Ez csak bug, biztos nem bug. Tudsz valamit csinálni a képben. Mi van rajta? Mi a fasz van rajta? De így... Tiny bit to the left. Yes, just like... Csajod! Ja, csajod. Fogja a csecsit. Fogja a csecsit. All those lovely curves just right. All those lovely curves. Jaj, de beteg vagy, emberem. Egy újabb ajtó. Egy újabb layer. A félelem egy rétege. Na mi van itt? Itt van kettőc van. Meg egy jó zármechanika. Meg megint a zármechanika. Valahol megint a zármechanika működik. Rakoncátlankodik. Itt fölöttünk, vagy mellettünk. Nem, ez a tűz amúgy, hogy pattog, nem? Ja, tényleg. De ez a tűz. Ez viszont a... Nem. Nézzük. Nem tudom, ez valami egér. A poregér. Mi van? Mi fasz van? Ott egy kígyó. Nem kígyó, ne aggódjál, ne fossál. Nem tudom. Viszont itt egy nagy kő. Ez is egy mellszobor, ez nem kő. Na! Istenem, ezek a gecis jumpscare-ek! Minek? Most miért nem volt jó így ez a szoba? Hát miért kellett átrendezni az egészet? Nem tudom. Ja, és mi lett a képpel? Ja, hogy kisült. Aha. Egy picit. Ott a portré. Most bosszút áll az elméje az embereknek, akiket le kellett festeni, és pénzt kapta tőlük, de utálta nagyon a munkáját. Istenem, annyira mély ez a játék már most. Hát megyek vissza arra felé. Menjél vissza.
Arrafelé lesz a tuti. De én eltűnt. Vagy már voltunk itt valamikor. Na, volt már hasonló szobaink, ja. Sose az van, hogy innen jöttünk. Na, az mi? Tükörke. Tükörke lefordítva. Aha. Fordítsuk fele, és nem látjuk benne majd magunkat. Szekrény. Lopok neked egy traktor tükröt, hogy megnézhetj benne magadat. Visszanézhess rá. Ja, visszanézhess. Ja, és majd visszanézek rátok, tényleg. Jó, MC Gyula. MC Gyulát rosszul idézni. Tárkányi gettó, kemény? Jaj, ne. Ha valami halálosan gyűlölök a horror játékokban, az ilyen gyerek vagy női sírás, és nem... Ez női, ez a halott. Jaj, ne. Halott csajod. Megyek, kicsit tovább megyek, szerintem. Szerintem nincs ki kúrva ezt az ajtón. Hol volt? Azt mondod, minek? Azért csak benézünk. Csak benéz. Jó. Zár van, hál' Istennek. Jó. Ne sírjál már, főleg ugyanúgy ne sírjál. Ja. Akkor megyünk innen. Ez is jó lesz, persze. Azt hittem, ez valami alaknak az árnyéka. Ne alakoskodjál itt. Becsukja ez magán. Becsukja ez olyan az ajtó. Nem volt itt lámpa, vagy ilyesmi. Mondjuk kurvára nem örülnék, hogyha lenne. Ezt fogadjuk, szét fog borulni ez a polc? Ott van mögötte valaki. Ne. Nem, az csak felakasztott gyümölcs. De még ott... Mert ez a legrosszabb, amikor figyelj, megfordulsz. Nézed, és akkor majd utána... Az mennyire rossz, tudod? Az nagy, tudod, az mikor éltem én át ilyet? A legdurvább volt a jelekbe. Amikor a végén, tudod, ott lemennek a pincébe, és ott a, már az ufónak a tévének, jaj, tudom, és a tévébe látja meg. A tévébe látja meg, és a kulcán húzatják. Ja, az is, igen, az is durva. De mindegy, az is durva. Hogy itt lehet menni. Szörnyű. Csak taposom az üveget. Jó, hát jó, tapossad. Taposom, mert ilyen taposó malom van. Taposó gép vagy te. Taposó. Állat vagy, tapossad. Taposó gépezet. Erőmű. Valami van a falon. Mi? Írva. First. First, az első lépés a legnehezebb. Hát ez bölcs, ez valóban így van. Ilyen konyha megint. Igen. Yeah. Na, akkor most megtudhatjuk, hogy létcsapú, nem. Ilyen kiszerős. Megtudhatjuk, hogy miért van itt, miért ebből keverte volna a rákot, nem tudom. Edények. Zárva van, jaj de jó. Te komolyan vissza. Hát visszafele. Uh-huh. Az is zárva van, nagyon jó. Ne menjél vissza. Nézzük meg a képet, mert az mindig segít, mert ugye Liazofir. Meg van nagyon szép világítva, ez a csendélet. Mi a fasz? Van neki mentem, szerintem lefejeltem a tepsit. Nem, szerintem ezt nem te csinálnám. Ez a hátad mögöttről jön. Aha, az esnek le az almák. Esnek le az almák a festményből. Jó, onnan ki. Mi a fasz van? Nem tudom, beállok a sarokba, mert ott onnan többet látunk. Én az amnéziát is így játszottam végig, így a fal mellett kúsztam végig. Most menjél már, de nem merek. És most ketté szelődött ott az alma a képen, vagy történt valami? Hát azért történt. Nézd meg, hogy most ki tudod nyitni valamelyik arra. Biztos, most már igen. Azt hittem maga. Mocskos élet. Kicsit megdobbant az. Mi? Nem volt elég? Jó, kiesnek az almák a képből, jó? Jó, hát ez még belefér. Hú, ez olyan, mint amikor a Skyrimbe beírod a izét, és egyszer eldobod a sok fajt. Ó, viszont most nagyon gyanúsan lett megvilágítva az ajtó. Várjál, mert valaki be akar jönni. Hát engedd be. Engedjen be? Nézzük meg a képet először. First, I looked for a canvas. Vászon kellett haverodnak. Nem, I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Hát az, tehát a vászon az azért vászon, mert vászonból van, és ezt pedig nem igazán volt olyan. Aha. De nem, a canvas az a bármilyen olyan vászon, amire festesz. Tehát, hogy hát igen, csak ugye festőknél
Aha. Tehát az ilyen olajképeket. Jó, az bőrre is tuti, hogy az lesz, hogy izé pszichó. Pszichó. De ne, jó, nem fejtem meg előre, na. Pszichó. Ja, itt a vászon. Pszichó, itt mindenki, ki velem van, és nem Layers of Fear, mi az? Shapeless Dreams, a formátlan álmok. Festeges. Festünk. Én, na, de ő pálcik embert, azt tudok. Meg ilyen, ilyen véres masszát is ezek szerint. Ja, jól néz ki a gényes. Ez valami flamingó, flamingó, nem? Két vér, agyflamingó. Vérflamingó. Vér, ó, az mennyire metál. Hát ez jó metal zenekar név is lenne. A vérflamingó, ezt múltkor sem lehetett itt kinyitni. Pedig akkor de van már... fejebb is polc. Meg villany. Ez nem? Ja, ez a retek, ahol mondtam megint. Van fejebb is polc. Aha. Ott már meg is nyílt. Ja. Bam, bam, bam. Még egy darab vászonka. Ja. Késsel metszett vászonka. Na, országosok, ez volt az első chapter, az első fejezet. Úgy festettünk két nagyon szép flamingót, elmentettük, aztán lehiggadunk most egy picit. Kicsit meg megnyugszik. Kimegyünk a friss levegőre, mert nekem kicsit már itt sajog. jó amúgy, de tényleg. Csak nagyon jumpscare-es. Meg nem volt még semmi, ami így megragadott volna. Tehát, hogy úgy nem úgy megragadott volna, hanem hogy úgy üldözőbe vesz, vagy menekülés, nincs halál. Én ilyenkor mindig, amikor ilyen játékokat játszom, mindig azt mondom, hogy ne adjál neki ilyen ötleteket. Inkább. Jó lesz. Jó lesz így. Jó lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó, és lájkolta a szabadon. Aki kommentet, vagy szeretne az országos panunk. És akkor még fel is adkozott az intergalaktikus cimboránk. Úgyhogy tisztelet.